A kiállításon azon művészek munkáit láthatjátok, akik a Partizán Műterem és Galéria műtermeiben dolgoztak a 2014-es évben. Annak a nemzedéknek, amelynek munkái részben ehhez készülnek, részben itt láthatóak, az a sorsított, hogy a tevékenységét akkor kezdte el, amikor a kortárs művészet sokkal inkább a fogalmak intézmény kritikai gyakorlata, mint sem autonóm művek sorában összeszerkeztett André. Következésképp mindent lehet, és semminek sincsen előre sejthető, hogy megjósolható jelentése értelme. Tényleg minden csak a kontextuális marketing kérdése lett. Nincsen ilyen áramlat, korszellem, stílus, etikai norma, szakmai gyakorlat, ami és aminek az ellenkezőjén lenne folytatható, vagy megtagadható. Az államszociális kollektív műtermei a maguk tanárai tanító festők idejében nem azt tudok lehetni, hiszen volt egy normatív elbeszélés, amelyet illetve a tanácsos volt követni, és volt együtt dolgozni miért, de az mégiscsak azt jelentette, hogy ki láthatta a mintának a társai a tannal, mint viszonylag a korszellemhez. Tehát a lánydiktatúra idején a saját műterem áldozott magának olyan privilégium volt, amelynek a szemantikája és a politika volt. Ebben a különös partizánszó parodiáját olvasztáló pseudosz pettérben dolgoznak együtt, akkor a kortárs tapasztalatról a diszkusszió igénye az, amely összehozhatja magukat, a saját műterem kiváltság és magány, éppen érdemes a közösség vágyának engedni, mint a nyilvános irodák esetében a kávéház, az otthon, az alkotás némasága és a párbeszéd, ez már mind egyszer és együtt folyik. Jónak lenni sokkal jobb, mint rossznak, mert a rossz vagy. Sokkal több dolog bosszant, ezért légy jó, mint a relig, mint a buddhisták. És nézd a világot több szempontból, mint a kubisták. Jónak lenni sokkal jobb, mint rossznak, mert a rossz vagy. Sokkal több dolog bosszant, ezért légy jó, mint a relig, mint a buddhisták. És nézd a világot több szempontból, mint a kubisták.